Azt a kapát. Ez ott van a szvesztita. 3-4 nap múlva is oda. Ráadásul olyan dízel volt, mint ami hasonlított a... Pufosra. Ott van Béla, oszi jolgot van. A nagyváradi futár. Kiírja a pontos időt, néha 14:58.
Én 4-en járat, 9 perc. Meg az odaadja a transport lokál, tehát mi saját fogát is eltámasztva, az itteni BKV. Azt írja, hogy az egyen nem jár, és az, hogy a kettes fog jönni. Felelősz, igen. Kettes mi van? Három ent. Kellemes karácsonyt, kiírta, figyeld, kíván a HKV. Kiírta az előtt, karácsonyt kíván a HKV, helyi közlekedési vállalat. Kellemes karácsony, te mocskos ára. És boldog új évet. Na jó. Ha most kellemes karácsony, kíván a HKV. Kettes. Ráadásul kettes, megyünk a rappalton. Ja, nem, ez nem az. Dunaparton megyünk vele. Nézzük meg, hogy hova megyünk. Itt látod már van a rigó is, meg eljegy, meg minden, amit el tudsz képzelni. Nézd meg, három lejegyzé, bankkártyás. Van ez, meg a jugászló. Itt van minden régi is, az új is. És most lehet most térit csinálni. Nem sokan vannak rajta. Ja. Vagy mondjuk ez az ülés, ez annyira azért nem jó. Tehát ez igen ilyen SZDK-ra hasonlít. Orvosi rendelő. Egy kis ezért Görgei utca feeling még a felújítás előtt. Csak itt nem macska kő van, hanem refes. Annyira
figyelj, ez egy körforgalom. Látod? Ez egy lámpás körforgalom. Úgy is Szegeden. És ott megy a régi Tátra. Figyelj, legyél Szegeden. Lámpás körforgalom. Egyébként kimond a körforgalom, hogy az elsőbbségadás kötelező tárla. Igen, mert régen Romániában fordítom időt a körforgalom, mint egyébként mindenhol máshol, hogy ebben a bent lévőknek kellett elsőbbséget adni aztán. Ez ilyen a Szeged feeling. Figyelj, milyen izé kicsi a terület. Magyar plakát, Magyarország plakát, figyelj. Hol? Itt, jobb oldalt. Magyarország a csodák falai és a Széchenyi 2020. KFC-s. Hát, KFC. Tehát azt figyelted, hogy milyen izé keskeny a felon? Aha. Azt hittem mindenhol. Hogy nézd meg, alig volt hely itt az úttest meg a megálló között, és egyébként semmi felon nem volt. A másik oldalt meg azért van rendes felon. Ha ezt az NKH meglátná. Itt lehet. Azt a hullámas utat nézd. A jobb oldali vágányon. Láttam. Semmi. Azt, hogy ez a jobb oldali vágányon. Még hogy járhatatlan pálya, ugyan már. És hát ahogy szembe jövő, de most biztos érzem meg. Szállni az útestet, én azt nézd, igen, egy ki is vagy jelölve. És ott nézd meg szembe. Ott a megálló, és ott az útestre kell leszállni. Milyen jó kis játszótér melletted. Vannak ezek a jó menedek hínek benne. Csak hagyja neki. Az aztán a felon. Figyeld a macskát. Hogy? Még egy ugrás és átment. Ott a megálló kívül és ilyen keskeny a peron. De itt legalább nem az útestre kell leszállni. Okay.
annak ellenére, hogy olyan lesz, amit most nem tudom. Ez mekkora. Micsoda urak meg egy tényleg. És ez a tartózkodó tuti. Igen. Hát ez biztos, hogy az. Lámpás körforgalom villamossal. És ahogy látom, a lámpák az konkrétan most nem is működik. Hát de most nem megy. De ilyet Szegeden kívül sehol nem láttam. Meglett. Legalább videóban meglett. Anyád! Ez hogy nem fog. Neked se? Ott, a Solaris, ott meg a Solaris. A Solaris-ra nézünk. Ott egy kanásőfa. Köszönöm.
Jó fej azért. Vannak ezek itt, ennyire nem régettek ide, hogy... Jó ideje biztos. Mi honosítás volt még? Hát tudod, most a másik irányban jó felé megyünk, akkor jól mondtam. És ott a harmadik megálló a szem, de én teljesen nem a sútot. Igen, a harmadik azt mondták, tudod, emlékszel. Három megállót jössünk. Igen, azt mondom, hogy három megállót kell venni. Ja. Figyeled? A román bézé, vagy inkább románusi. Ez a román iker bézé. Ha megnézed, ez elvileg átjárható. Ez az, ez átjárható. Ez nem ezen. Van egy külke.